Már közel 200 autóipari cégnél élesedik az úgynevezett rabszolgatörvény, tudta meg a Népszava a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnökétől. László Zoltán szerint országszerte ilyen típusú megállapodásokat ajánlanak a munkások figyelmébe. Bizonyos helyzetekben azonban nincs szükség semmilyen ráhatásra. Az alacsony fizetések miatt ugyanis, tette hozzá az érdekvédő, sokan vállalják a plusz munkát. A parlament még tavaly decemberben vélhetően a német autóipari lobby hatására módosította a munkatörvénykönyvét. Közben Karácsony Gergely Budapest új főpolgármestere elkezdte előkészíteni az első fővárosi közgyűlés napirendi pontjait. A politikus egyik célja, hogy betiltsa a budapesti cégeknél a rabszolgatörvény alkalmazását. Üdvözöljük akkor a stúdióban László Zoltánt, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnökét. Jó reggelt kívánok! Köszönjük jó szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, és itt van nálunk a stúdióban. Ugye, amikor anno elfogadták ezt a, hát ugye, úgy vonult be a köztudatba, hogy rabszolgatörvény, ez nem jó kifejezés, vagy nem szépen csengő kifejezés, de mégis azért a köztudatban ez így vált ismerté. Akkor azt mondták már nagyon sokan, hogy ez iszonyatosan nagy veszélyeket rejt. De akkor még olyan elméleti síkon beszéltek erről. A valóság most az elmúlt hónapok alatt, a gyakorlat az mit mutat? Én mindig elcsodálkozom azon, hogy a kollégáim a munkahelyeken mennyire jól fel tudják mérni, hogy nagyjából mi történik ilyen hasonló helyzetekben. Akkor azt mondtuk tavaly évvégén, idén évelején, hogy ez majd az év utolsó harmadában, negyedében fog igazán kérdésessé válni, hogy mennyire akarják és tudják életbe léptetni. Közben megjelent az autóiparban ez a hatalmas fékezés, amely szerint azért azt gondoltuk, hogy nem lesz ebben az évben a rabszolgatörvénynek a komoly felhasználási területe, viszont az autóiparban működő cégek úgy reagáltak, hogy elkezdtek létszámot csökkenteni, főleg a kölcsönzött munkaerőt és más eszközökkel próbálták így a dolgozói létszámokat alacsonyabban tartani. Ennek következményeképpen mégis szükség van arra, hogy akik bent vannak a munkahelyeken, ők többet dolgozzanak. És valóban eljött az évnek ez az utolsó időszaka, amikor úgy tűnik, hogy a megrendelési állományok mégiscsak megkövetelik, hogy túlórázzanak az emberek, és hát azért az év közben elfogytak a törvényes mennyiségű túlórák. Az a 250 óra? 250 óra, vagy kollektív szerződés esetén ez lehet 300 óra is. Ezek elfogytak, és bizony most már a mi területünkön nagyjából a szervezeténk 10%-a jelezte, hogy keresik meg a dolgozókat, még nem kényszerítik, tehát ez még nem jellemző, de erősen sugallják nekik, hogy milyen jó lenne, hogyha... Ezt hogy kell értelmezni, hogy erősen sugallják? Szóval hogy lehet erősen sugallni? Szóval milyen típusú helyzetről vagy eszközökről beszélünk itt? Képzeljük el azt, hogy oda megy a munkahelyi vezető, mondjuk egy kis csoporthoz, amelyik hozzá tartozik, és elmondja nekik, hogy az évvégi bónusz az mennyire jó lesz majd. Csak egy kis kockázat van azért, mert nem biztos, hogy teljesülnek az eredmények, de ha többet dolgoznának, és hogyha vállalnának még több túlórát, akkor azért az biztosabb lenne az a karácsony előtti pénz. Megvan a motiváció. És hogy reagálnak erre a munkavállalók? Vegyes. Vannak olyan dolgozók, akik a pillanatnyi rövidtávú érdekért, és nem lehet őket kárhoztatni, hiszen valószínűleg alacsony fizetési emberekről beszélünk, ők ezért beáldozzák a szabadidejüket, és lássuk be, hogy beáldozzák egyébként az egészségüket, mert azért ennyit dolgozni, ez egészségtelen. Hosszú távon mindenképpen. Hát ugye nincs megfelelő pihenési idő. Így van. Nincs hétvége, semmi nincs. Egyébként pont a Népszava cikkét olvasva, vagy az egyik cikkét olvasva, ott abban egy olyan történetet írnak le, hogy egy üzemben ugye a HRS-nak is feltűnt, hogy egy dolgozó, akinek nem tudom én valamilyen 290 ezer forintos fizetése lenne amúgy, 800 ezer forintot keresett abban a hónapban. A hónap minden napján dolgozott tulajdonképpen az illető. Egyébként utólagosan azért itt felmerül egy kérdés, hogyha valakinek bármilyen egészségkárosodása lenne, mert nem tudom én elfáradt, nem tudott jól figyelni, és abból valami baj lesz. Jogilag ez támadható lenne? Lehetne a munkavállalónak ezzel érvelni? De hát kérem szépen, szinte presszionáltak, szinte megfenyegettek, vagy hát nem megfenyegettek, de úgy érted, hogy mire gondolok, hogy igen, ezt nekem alá kellett írnom?
Nagyon nehéz bizonyítani. Ha már valaki aláírta, akkor nagyon nehéz bizonyítani, hogy ezt nem önként írta alá, vagy nem igazán volt az ő szándéka. Tehát azt azért látni kell, hogy utólag már ezt bizonyítani nehéz. A munkahelyi balesetek és a munkahelyi megbetegedések, két külön kategóriáról beszélünk, azért időnként hoznak ilyen helyzeteket, és nekünk már vannak ilyen tapasztalataink. Van arra példa, hogy utólag be lehet bizonyítani, hogy valaki mondjuk a túlterheléstől szenvedett valamilyen egészségkárosodást, illetve a munkahelyi baleseteknek a száma ilyenkor elkezd növekedni. Amikor a túlterhelés nagy, akkor a fáradt emberek többet hibáznak, és hát bizony a fémiparban, autóiparban ez sokszor azt jelenti, hogy roncsolásos balesetek, csonkolásos balesetek, tehát nagyon komoly balesetekről beszélünk, ezek elkezdenek növekedni. Ilyenkor, hogyha van felelős vezető és van felelős munkavédelem, akkor odafigyelnek és elkezdik vizsgálni az okokat. Hány embert érinthet egyébként ez a helyzet? Van erről bármilyen szám vagy adat? Én most csak a vasas területéről tudok beszélni. A mi esetünkben jelenleg olyan 20-22 szervezetünktől kaptunk ilyen visszajelzést. Ez azt jelenti, hogy nagyjából egy olyan 15-20 ezer ember van most olyan munkahelyen, ahol már sugallják, hogy jó lenne 400 órát túlórázni, vagy még annál is többet, mert hogy vannak azért... Annál is többet? Igen, mert vannak olyan technikák, ezek a rabszolgatörvény előtti időből jöttek, amikor mindenféle egyéb jogcímen számolják el a túlórapénzt. Szoktuk mondani a munkaügyi ellenőrzés, akkor meg kell nézni, amikor eltűnnek a túlórák a bérpapírról, de megjelennek a különböző juttatások, bónuszok, célprémiumok. Átcsorolják őket máshol. Így van, és hát bizony, sajnos ez nem ritka, hogy találkozunk olyan emberrel, aki 5-6-700 órákat, 800 órákat. És akkor utólagosan kellene bizonyítani, hogy ez tulajdonképpen túlóra volt. Még egy ide kapcsolódó kérdés, erre lehet, hogy én rosszul emlékszem, de majd ön alelnök úr segíteni fog. Hogy ugye amikor elfogadták ezt a túlóra törvényt, akkor ugye felmerült az is, vagy legalábbis első körben benne volt, nem? A törvényben az, hogy ha aláírják ezt a plusz 400 órát, akkor a munkaadónak lehetősége lesz arra, hogy 3 éven belül fizesse ki ezt a túlórát, vagy rosszul emlékszem? Nem, valóban ez akkor úgy nézett ki, hogy a 3 évre kinyújtható munkaidő kereten belül számolja el, illetve annak a végén, és hogyha a 3 éven belül nem tudott pihenőidőt adni helyette, akkor kerüljön csak kifizetésre. Ez hál' Istennek nem valósult meg. Most maximum 1 évig lehet kihúzni, de hát ez is sok. Ugyanis szólva, aki bocsánat, hogy a szavába vágok, hogyha január-februárban dolgozik iszonyatosan sokat, tehát ott haladja meg ez a 400 óra, az lehet, hogy majd csak a következő év januárjában fogja megkapni mondjuk ezt a túlóra pénzt. Igen, hogyha olyan a munkaidőkeret, akkor elképzelhető. Hogyha önnek is pontos, ebben ez a legnagyobb kockázat, hogy egy dolgozó nem fog emlékezni rá, hogy 10-12 hónappal ezelőtt február 77-én én benn voltam-e dolgozni, és akkor szabadnapom lett volna-e, avagy sem, mert nem csak a hétvégekre kell gondolni, hanem a folyamatos műszakokra, ahol a pihenőidő hétköznapra esik, és azon a hétköznapon én dolgoztam, vagy nem. Tehát ez nagyon komplikált történet, nagyon sokszor kérjük a dolgozókat, hogy próbálják meg pontosan vezetni, de ha ő még vezeti is pontosan, akkor jön a következő lépcső, hogy tudom-e én ezt a munkáltatóval egyeztetni, hogy haló, a mi nyilvántartásunk egyforma-e, és ugyanazt látjuk, és akkor ott nekem valóban jár valami. Terveznek egyébként bármilyen akciót, vagy bármit? Ugye most sokat beszéltünk a rabszolgatörvényről, és mindenki emlékszik, hogy ez annak idején milyen indulatokat váltott ki. Természetesen nyilván a politika hatásai számított a pártok tevékenysége, de most egy ilyen helyzetben, mert hogy elég súlyos ez a helyzet, és nyilván sok embert is érint. Terveznek bármilyen akciót ezzel kapcsolatban? Készítettünk egy projektet egyébként munkaadó szervezetekkel együtt, amely projekt kifejezetten a túlterhelésből fakadó munkahelyi balesetek és egészségügyi ártalmakról szólt. Ennek a projektnek van egy olyan része, amelyik vizsgálja az ilyen helyzeteket. Kifejezetten akciót jelenleg nem tervezünk, de azt gondoljuk, hogy ez majd egy következő lépcső lesz, amikor esetleg egy újabb törvénymódosítást próbálunk kicsikarni. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, hogy rendelkezésünk rád, és hát akkor legközelebb majd innen folytatjuk. Köszönjük szépen.